történelem tantárgyból egy érettségitételt fogunk most átvenni. Ezt próbálom majd elmagyarázni nektek. Ez pedig nem lesz más, mint a kiegyezés létrejötte és a dualizmus működése. Nézzük meg először a kerettantervi követelményeket, míg azok az évszámok, fogalmak, személyek, illetve topográfiai helyek, amelyeket elvár a kerettanterv ebben a témában. Évszámokban három évszámot vár el, 1865, 1867 és 1918. Fogalmak pedig a következőkről lesz szó, nyilvánvalóan jóval többet fogok elmondani, húsvéti cikk, kiegyezés, dualista monarchia, közös ügy, stb. Szó fog esni a következő személyekről, illetve topográfiában néhányat fogunk megemlíteni. Először akkor helyezzük el időben és térben természetesen ezt az egészet, ahogy az érettségi követelmény is előírja. Mikor is játszódott le ez az egész, és miért olyan fontos ez számunkra? A kiegyezés maga 1867-hez köthető, de nyilván nagyon komoly előzményei vannak ennek. Gyakorlatilag az 1848-49-es szabadságharchoz kapcsolható, és annak úgymond a helyzettel való kiegyezése. Ha térben el szeretném helyezni, akkor a tér az a Habsburg Birodalom, az későbbi Osztrák-Magyar Monarchia, és annak a két fővárosa, Budapest és Bécs. Az 1848-49-es szabadságharcot az osztrákok orosz segítséggel tudták leverni, és utána a megtorlást követően az 1850-es években az úgynevezett Bach-rendszer, a neoabszolutizmusnak a rendszere jellemezte Magyarországot. Ez gyakorlatilag az elnyomás, a besúgó hálózat volt jellemző az országban, amelyet sokszor külföldiekkel valósítottak meg. Ide rendelt cseh, német hivatalnokok működtették ezt a rendszert. A magyarok ebben nem voltak hajlandók nyilvánvalóan részt venni, egy teljes ellenállással válaszoltak, de ez már passzív ellenállás volt. Arra rá kellett jönniük 1849 után, az aktív ellenállás, a fegyveres ellenállásnak nincs értelme, viszont lelkükben nem tudták elfogadni az osztrák uralmat. Maga a passzív ellenállás Deák Ferenc személyhez köthető, ő fogalmazta meg, hogy jelen állapotok szerint nem vállalhatnak közhivatalt, és nem vehetnek részt a magyarok a közügyekben az országban. Ez jellemezte az 1850-es években az egész országot. Az addigi nemes urak nem vállaltak semmiféle állami állást, még sokan nem is leveleztek, hogy nehogy a császári bélyeget kelljen megvenni, és egész egyszerűen lelkükben kimaradtak az egész osztrák uralomból. A magyarok először az 1849-es függetlenségi nyilatkozathoz, majd legalább, ha már ez nem mehet, akkor az 1848-as áprilisi törvényekhez ragaszkodtak. Ez volt a kiinduló pont, ide szerettek volna visszatérni, sokáig ez volt a minimum. Erre mondták azt, hogy nem engedd a 48-ból, innen származik ez a mondás. Az 1860-as években változott a helyzet, több nemzetközi oknak köszönhetően, és 1865-ben megjelent Deák Ferencnek egy cikke, amely húsvétkor jelent meg, ezért húsvéti cikknek neveztek, és ebben gyökeresen megváltozott az álláspontja. Itt már nem a 48-as törvényeket tekintette kiinduló alapnak, hanem a pragmatika szankciót, amely ugye 1723-ban lett szentesítve Magyarországon, és innentől kezdve ez kötötte össze a két országot, az örökös tartományokat, úgymond a Lajtán túli, Habsburg tartományokat és Magyarországot. A pragmatika szankció szabályozta a két országnak a viszonyát, és Deák Ferenc ehhez nyúlt igazából vissza, ehhez ragaszkodott. Megmondta azt is, nem hozzuk mi kétségbe a birodalom szilárd fennállhatásának fontosságát, hiszen az 1861. évi országgyűlés felirata is kijelentette, hogy azt a magyar nemzet veszélyeztetni semmiképpen nem akarja. Ezzel már ugye elmondta azt, hogy Magyarország jövőjét a Habsburg Birodalmon belül képzeli el. Ez egy óriási változás volt, ugye, akárcsak a 48-as és főleg a 49-es függetlenség nyilatkozathoz képest. Annak egyébként utólag is, meg abban az időben is belátták, hogy nem volt külpolitikai realitása, Magyarország abban az időben nem lehetett egész egyszerűen független. Megmondta Deák a húsvéti cikkben, egyik cél tehát a birodalom szilárd fennállása, melyet nem kívánunk semmi más tekinteteknek alárendelni. Ezt
másodszor húzta ugye alá húsvéti cikkben. Másik cél pedig, és most jön ugye a saját céljuk, ugye úgymond a magyaroknak, fenntartása Magyarország alkotmányos fennállásának, jogainak, törvényeinek, melyeket a szankció pragmatika is ünnepélyesen biztosít, és melyekből többet elvenni, mint amit a birodalom szilárd fennállhatásának biztosítása múlhatatlanul megkíván, sem jogos nem volna, sem célszerű. Itt a másik, ugye, és azt gondolta Deák Ferenc, és ki is nyilatkoztatta, hogy ezt a kettőt össze lehet hangolni, a pragmatika szankciót, illetve a birodalomnak a fennállását. Párhuzamosan a magyar alkotmánnyal megfér a közös uralkodó alatt a közös védelem mellett a lajtán túli országok teljes alkotmányos szabadsága is. Nem állnak ezek ellentétben egymással, azt hiszük, hogy megállhatnak egymás mellett, anélkül, hogy egymást abszorbálni, kioltani akarnunk. De készen leszünk mindenkor törvényszabta úton saját törvényeinket a birodalom szilárd fennállhatásának biztosságával összhangzásba hozni, és a lajtán túli országok szabadságának és alkotmányos kifejlődésének útjában állni soha nem fogunk. Ez egy óriási változás volt, ugye Deák Ferencnek a húsvéti cikke, amelyben egyértelmű üzent az osztrák kormányzatnak, elsősorban ugye az osztrák császárnak, Ferenc Józsefnek, hogy ő kész egyezkedni, és itt az új kompromisszum lehetséges alapja, a pragmatika szankció, Magyarország és az örökös tartományoknak a viszonya és együttműködése. Hogy miért volt erre szükség, illetve miért volt erre lehetőség? Nézzük át gyorsan az 1840-es, 50-es és 60-as éveknek a külpolitikai eseményeit, hiszen ezeket soha nem lehet ugye elválasztani a magyar eseményektől. Magyarország nem egy sziget, Európa szívében, amely teljesen el van zárva, hanem szoros együttműködésben volt és kölcsönhatásban a többi országgal. 1849-ben az orosz intervenció ugye azt jelentette, hogy Magyarországot, magyar szabadságharcot orosz segítséggel verte le az osztrák kormányzat. Ezért joggal várta volna el, hogy a következő krími háborúban, ahol Oroszország megszerette volna ugye szerezni a Dardanellákat Törökországtól, és ott Oroszországgal szembeszállt Törökország oldalán a kis Piemont, Anglia és Franciaország, hogy őt ott támogatja majd hálából Ausztria. Ez azonban Ausztriának egyáltalán nem árt érdekében, és ahogy mondták, Ausztria elképesztette a világot hálátlanságával, hogy nemhogy nem támogatta Oroszországot ebben a háborúban, éppen még ellenségesen is lépett fel vele szemben. Hát innentől kezdve viszont elveszítette egy fontos lehetséges szövetségest Ferenc József, elveszítette Első Miklós orosz cárt és az orosz birodalomnak a jó indulatát. Ezért már ő sem számíthatott a kibontakozó olasz egységmozgalomban, a franciákkal és a piemontiakkal szemben semmiféle nemzetközi támogatásra, el is vesztették Lombardiát és Piemontot, 1859-ben ez alapjaiban rengette meg a bakrendszert, ezért már nem számíthatott semmiféle nemzetközi támogatásra Ausztria az 1859-es piemonti osztrák és francia háborúban, el is vesztette azt a franciákkal és a piemontiakkal szemben, és így megindulhatott ugye sikeresen az olasz egységmozgalom. 1859-ben Alexander Bach és egész rendszerébe bele is bukott egyébként. És innentől kezdve pláne nem számíthatott senkire 1866-ban, amikor ugye a kisnémet-nagynémet egység dőlt el, hogy melyik is valósul meg, a porosz-osztrák háborúban, és vereséget is szenvedtek a poroszoktól Königgrätznél, és innentől kezdve viszont nem volt más választása Ferenc Józsefnek sem, mint kiegyezni a magyarokkal, mondhatjuk úgy is kiegyezni a fennálló helyzettel, hogy a magyarokat nem lehet olyan szempontból elnyomni, ahogy azt az 1850-es években tette, és bizony jogokat kell nekik biztosítani a birodalmon belül. Ugyanakkor természetesen a magyaroknak is ki kellett egyezni a fennálló helyzettel, nem lehetett realitása annak, hogy Magyarország független legyen, egész egyszerűen ki kellett egyezni az osztrákokkal. Voltak ennek belpolitikai okai is természetesen. A húsvéti cikkben, ahogy mondtam, a birodalom egységét helyezte előtérbe, de kész volt kiegyezni a helyzettel. Az okai nagyon egyszerű volt, a magyar társadalom gyakorlatilag belefáradt a passzív ellenállásba. Gazdasági, eddig kivonultak a gazdaságból, nem vettek benne részt lényegében a magyar urak, kivonultak a politikából, hiába kezdett itt el kibontakozni, mert ne tagadjuk el, hogy az 1850-es években Magyarországon bizony elkezdett kibontakozni az osztrákoknak köszönhetően többek között természetesen az ipari forradalom, de a magyarok ebben nem vettek részt.
ehhez nem fűződhetett érdekük, elfogyott a tartalékuk az 1850-es években a magyar nemeseknek, ezért gazdaságilag is a kiegyezés mellett kellett, hogy legyenek. A húsvéti cikk után megindultak a tárgyalások, amit osztrák részről még ugyan késleltetett egy jó évig a Nagy Német Egységnek az álma, hogy esetleg létrejött a Nagy Német Egység, vagyis Ferenc József vezetésével egy laza, Nagy Német Birodalom létrejöhet, és ebben felolvadhat úgymond Magyarország is. De ez csak a porosz-osztrák háborúig, mert első Vilmos, illetve Bismarck világossá tette, hogy nincs szükség az osztrákokra az egységes német államban, vagy legalábbis semmiképpen nem a rengeteg egyéb nemzetiséggel, a csehekkel, a horvátokkal, a magyarokkal, és így tovább. Tehát, hogy a kis német egységről beszélünk, abban csak Ausztria nélkül lehet részt venni. A königgrécsi vereség 1860 júliusában volt ez, rájött Ferenc József, hogy a kis német egység fog megvalósulni, a magyarokkal ki kell egyeznie. 1867 januárjában, és bocsánat, mivel Deák Ferenc ezután sem változtatott az álláspontján, nem kért többet, holott lehet, hogy megtehette volna, ezért a tárgyalások felgyorsultak, és 1867 januárjában kinevezték miniszterelnöki Gróf Andrássy Gyulát. Majd róla fogok szót ejteni később a kiegyezés létrehozóinál. Ez egy nagyon nagy dolog volt, mert Andrássy jelképesen az 1849-es szabadságharc után fel lett akasztva. Márciusban elfogadták a kiegyezési törvényjavaslatot, ez volt az 1867. évi 12. törvénycikk, amely tulajdonképpen a következő 50 évben meghatározta Magyarország és Ausztria együttműködését, viszonyát. Június 8-án megkoronázták Ferenc Józsefet magyar királlyá. Ugye ő de facto magyar király volt 1848 decemberre óta, de nem koronázták meg eddig, mert szándékosan, részben, hogy ne kelljen betartani a magyar törvényeket, részben meg a magyarok se járultak ehhez hozzá, őt eddig úgymond magyar királyként nem ismerték el, ténylegesen azonban nyilvánvalóan ő uralkodott az országban. Ezzel az aktussal viszont megkoronázták apostoli király lett Magyarországnak Ferenc József, és létrejött 1867-ben a kiegyezés, egy új állam, az osztrák-magyar monarchia. Az osztrák-magyar monarchiát nyugodtan hívhatja mindenki monarchiának. Ha eszét írtok, azért inkább írjátok ki a nevét. Ugye klasszikusan szokták hívni OMM-nek is, ha nagyon rövidíteni akarunk. Vagy szokták mondani, ha esetleg ilyet láttok, Count K. monarchiának, ugye ez a Kaiser und König erre a császár és királyi monarchiából származik. De maradjunk az osztrák-magyar monarchiánál, ez volt a hivatalos neve ennek az államalakulatnak. A koronázást láthatjuk. Itt Andrássy Gyula látható, a kép jobb szélén, középen pedig a királyi pár, első Ferenc József és felesége Erzsébet királyné, a magyarok nagy kedvence. Egyébként Andrássy Gyula, illetve az esztergomi érsek helyezték Ferenc József fejére a koronát a budai várban. Andrássy, mint a nádort helyettesítette, ugye nádor tisztség ekkor már nem volt betöltve 1849-től, de ő helyettesítette a nádort, aki megkoronázza az egyik, aki megkoronázza a királyt. Ezután egyébként egy ország minden vármegyéből földdel összehordott koronázási dombra vágtatott fel Ferenc József lóháton, és ott az minden négy égtáj felé vágott egyet-egyet a kardjával, amivel azt akarta jelképezni, ugye, hogy ő megvédi az országot, bárhonnan is jön az ellenfél. Ezzel az ünnepélyes aktussal be lett iktatva Ferenc József. Nézzük meg, kik voltak azok, akik kidolgozták a kiegyezést. Természetesen itt csak a legfőbb személyekről beszélek. Elsőként, akinek a személyhez köthetjük a kiegyezést, Deák Ferenc a hazabölcse. Ő az 1848-as Batthyány féle kormányban is részt vett, sőt már a reformkortól kezdve politizált, jogász volt, mint annyian. Az 1848-as kormányban igazságügyminiszter volt, 1867 után viszont semmiféle politikai tisztséget nem vállalt, és nem fogadott el semmilyen kitüntetést. Andrássy úgy mondta el Ferenc Józsefnek, hogy nem tud elég kitüntetést adni egy Deák Ferencnek. Egy nagyon szerény, nagyon puritán ember volt, nem véletlenül nevezték a hazabölcsének, majd a kiegyezés értékelésénél megemlítjük, hogy addigra biztos belátjátok, hogy miért. Magyar részről a másik tető aláhozója a kiegyezésnek, Gróf Andrássy Gyula, miniszterelnök, majd külügyminiszter. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején nagykövet volt, majd 49 után jelképesen őt felakasztották, az 1850-es évek végéig száműzetésben élt, nem térhetett haza,
akkor azonnal felakasztották volna valójában. Hívták úgy is, hogy a szép akasztott, korának egyik férfi ideája volt. De egyébként egy zseniális diplomata, 1871-ig ő töltötte be a miniszterelnöki tisztséget, majd a monarchia közös külügyminisztere lett, és nagyon nagy szerepe volt egyébként az 1870-es években a szövetségi rendszerek elindításában és a külpolitika alakításában. Ne feledkezzünk meg az osztrák oldalról sem, Ferenc József, osztrák császár és magyar király, 1848-ban 18 évesen került az osztrák trónra, és 1867-től magyar király is volt, egészen 1916-ig uralkodott, két emberöltőn keresztül, és ő is hajlott ekkor a kompromisszumra, és ahhoz képest, hogy mennyire gyűlölték hatalma elején, hiszen ő volt az, aki, akárhogy is nézzük, de ugye több száz embert kivégeztetett, persze nem közvetlenül világos után, a korszak végére megszerették, megszokták őt, és az ország egy elismert uralkodója lett. Ne feledkezzünk meg a másik osztrákról sem, Ferdinand Beust, osztrák kancellár, aki az osztrák Andrássy volt, és osztrák részről ő hozta tető alá még ezt a kiegyezést. És a nőket nem lehet most sem elfelejteni. A hazánkban oly közkedvelt és népszerű, méltán népszerű Erzsébet osztrák császárné és magyar királyné, ahogy mindenki ismeri, Sisi, aki nagyon kedvelte a magyarokat, és kiválóan tudott magyarul is. Ő volt az, aki a háttérben nagyon nagy befolyást gyakorolt Ferenc Józsefre, hogy egyezzen meg a magyarokkal. Nézzük meg, hogyan is állt össze ez a dualista monarchia, ez a dualista állam. Alapvetően ugyan két részből állt. Az egyik rész az osztrák örökös tartományok, Bécs központa, a másik rész pedig Magyarország, a Magyar Királyság és ugye hozzátartozó Horvát Szlavonország, Budapest központtal. Két részből áll tehát, két fővárosa is van, amelyek teljesen egyenrangúak, Bécs és Budapest. Budapest ilyen formájában csak 1873-ban jött létre, de lényegében, mint főváros már funkcionált, már azt mondom, hogy a reformkor óta, a nevét ekkor kapta 1873-ban. Itt láthatunk egy másik tartományt, ez majd csak 1878-tól lesz, Bosznia, ez közös kormányzás alá tartozott. Hogyan is működött ez az állam? Nem volt egyszerű a működtetése ennek az államalakulatnak, rengeteg belpolitikai válsággal is kellett szembenéznie a fennállásának fél évszázada alatt. Én azt gondolom, azért meg lehet érteni, hogyan működött. A két országnak van két része, ezt elmondtam, és van két teljesen egyenrangú fővárosa, Bécs és Budapest. Mi köti őket össze? Összeköti a pragmatika szankció, hogy a Habsburg-Lotaringiai ház együtt örökli a két országban a trónt, női ágon is, de ezen kívül sokkal több, ugyanis vannak úgynevezett közös ügyei. Közös az uralkodó, Ausztriában császár, Magyarországon király, közös a hadügy, a külügy és az ezeket fedező pénzügy. Az összes többi ügy az nem közös, teljesen külön intézhetik ezeket. Milyen ügyei van, milyen jogai vannak az osztrák, illetve magyar uralkodónak? Övé a hadseregnek a főparancsnoksága, itt lehet ezt látni, és ugye ő irányítja tulajdonképpen a birodalmat, de ez már egy alkotmányos monarchia, nincs közvetlen beleszólása a kormányzásba. Azért a parlamentáris monarchiánál nagyobb szerepe van, itt főleg Ausztriában rendeletekkel is kormányozhat, és Magyarországon is jóval nagyobb jogosítványokkal rendelkezett, mint például az angol uralkodó a parlamentáris monarchiában. Ausztriában ugye vannak a tartományok, azokat irányítják a tárcák, van egy felelős kormány a miniszterekkel, és két kamarás a úgynevezett birodalmi gyűlése, van egy képviselőház és van egy urakháza. Magyarországon vannak a vármegyék, amelyek élén a választott alispánál, és azt még felülírja a kormány által kinevezett főispán. Ez egy olyan szükséges fék volt egyébként a rendszerben. És ugye ezeket irányítják a felelős kormány és a miniszterek. Az országgyűlés nálunk is kétkamarás, van egy képviselőház, egy igen szűk korlátozott választójoggal választják meg ezeket a képviselőket, és van egy felsőház, ahonnan ugye gyakorlatilag a király hívja meg, hogy ahova ugye a király hívja meg a tagokat. Ezért van az, hogy például a mostani parlamentnek is két, majdnem egyforma ülésterme van. Az egyik az azért van, mert az a valamikori felsőházi
ülésterem. Most már ugye ez ritkábban van használatban, vagy valami extrém eset idején, például most, vagy pedig filmforgatásokra, vendégeknek használják ezt. És Magyarországhoz így csatlakozik, erről majd külön fogok beszélni, a horvát országgyűlés. Horvátország félig meddig magyar mintára úgy kapcsolódik hozzánk, mint mi az osztrákokhoz. Van saját országgyűlésük, van egy saját kormányuk, és vannak horvátországi megyék. Mit jelent az, hogy csak a közös ügyek közösek? Ez azt jelenti, hogy például, ha közös hadseregben több ágyút szeretnének, növelni akarják, akkor ezt mind a két országgyűlésnek és kormánynak meg kell szavaznia. Ezekről a közös ügyekről az úgynevezett delegációkban döntöttek, amelyek 60-60 taggal képviseltették magukat, de ezek soha nem üléseztek együtt, levélváltással, üzenetváltással kommunikáltak. Ez nyilván nagyon-nagyon megnehezítette egyébként ezt a döntési folyamatot. Ezek döntenek egyébként mindig az úgynevezett kvótáról. A kvóta az a közös ügyek költségeinek az aránya, amely megoszlik az osztrák tartományok és a magyar ország, illetve Horvátország között. Kezdetben ez a kvóta mértéke 70-30% volt, nyilván az osztrákok ennyiben fejlettebbek voltak nálunk. A korszak végére ez 64-36%-ra változott. Egyes gazdaságtörténészek azt mondják, hogy az ideális, vagy a jogos, az 60-40 lett volna, tehát csak nyilván a magyarok ezt mindig csökkenteni akarták a saját részüket, vagy legalábbis nem növelni, az osztrákok meg nyilván a saját részüket akarták csökkenteni. Ami közös még az országban, közös a vámhatár, közös volt a valuta, szabad tőke és munkaerő áramlás volt. Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy ha Erdélyből bárki el akart menni Morvaországba, nem volt szüksége semmiféle útlevélre, semmi ilyesmire. A birodalomban teljesen normális volt a két, sőt sok helyen a három meg a négy nyelvűség, attól függ, hány nemzetiség élt egy helyen. Dualista, azaz kétközpontú állam, hogyha össze szeretném foglalni. Fővárosai, ugye Bécs és Budapest, közös volt az uralkodó, a hadügy, a külügy és az ezeket fedező pénzügyek. Ami ugye azt jelentette, hogyha például egy iskola felújításra volt szükség, teszem az Borsod vármegyében, akkor ehhez semmi köze nem volt az osztrák kormányzatnak, ezt meg lehetett oldani magyar hatáskörben. Ugyanígy volt, hogyha egy postahivatalt szerettek volna felállítani Bécsújhelyen, akkor az pedig a magyaroknak nem volt semmi köze. Az az ő saját dolguk volt. De hogyha például egy új, Szentpéterváron egy új követségi épületre volt szükség, azt már mind a kettőnek finanszíroznia kellett, mert közös képviselet volt. Nem volt olyan, hogy magyar nagykövet, olyan volt, hogy osztrák-magyar nagykövet. Nézzük meg a gazdasági kiegyezést, mert ennek volt egy folyamánya, a gazdasági kiegyezés. Mik voltak közösek? Ugye a birodalom diplomácia és kereskedelmi képviselete külföld irányában a közös külügyminiszter teendői közé tartozik. Három közös minisztere volt mindig az osztrák-magyar monarchiának. Volt a külügy, a hadügyminiszter, ez általában iratlan törvény szerint, iratlan szabály szerint mindig osztrák volt, és a külügy volt egy magyar, és volt egy közös pénzügyminiszter, aki a közös ügyeket felügyelte. A pénzügyeket annyiban ismeri el a közös Magyarországgyűlés közösnek, amennyiben közösek azon költségek, melyek a fentiekben közösnek elismert tárgyakra fordítandók. Ez az, amiről az előbb beszéltem, attól függ, hogy mire szerették volna fordítani. A közös költség kvóta a magyar korona országairól nézve 30, ő felsége többi országairól nézve 70%-ban állapítatik meg. Ezt 10 évente mindig újra tárgyalták, és mondom, húzavona ment, hogy ki mennyit fizessen. Mindkét fél államterület egy vám és kereskedelmi területet képez, melyet közös vámhatár vesz körül. Nem kellett vámot fizetni, ha teszem azt Triestből bármit behoztak, csak hogyha vám külföldről. Az ausztriai pénz közös marad, itt még nem valósul meg a saját önálló valuta. 1892-ig a forint, 1892-től kezdve a korona lesz a közös pénz. Mindkét fél késznek mutatkozik azonos mérték és súlyrendszert létrehozni a két állam területén. Ennek megint csak fontos szerepe van. Kereskedelmi szempontból nem kellett átszámítani, hogy bécsi öl, budai öl, stb. Nagyon egységes volt így a rendszer. A posta és távirodai ügy a két állam területén külön, de amennyiben a forgalom érdeke kívánja, egyforma elvek szerint fog rendeztetni, igazgattatni. Ezek különálló szervek voltak, viszont egyeztették az elveiket. A horvát kiegyezés Horvátország egy speciális helyzetben volt. Ugye Szent László király óta Horvátország egy kapcsolt része volt Magyarországnak. Mindig azt mondták, hogy Magyar és Horvátország királya, tehát ez nem volt automatikus. A mindenkori magyar király az a horvát király is volt. És velük kellett egy külön kiegyezést kötni, mert azért elég komoly ellentétek voltak a magyarok és a horvátok között.
Ezt az osztrák-magyar kiegyezés mintájára kötötték meg 1868-ban, ami annyit jelentett, hogy kicsit rájuk lett terültetve a magyar kiegyezés a horvátokra. De azért elég komoly jogosítványokat is kaptak. Horvátország belügyekben önigazgatási jogot kapott. Ez azt jelentette, hogy ők is belügyekben saját területükön egyrészt horvátul beszélhettek teljes egészében, a horvát száborban, vagyis országgyűlésben, és másrészt pedig azt csináltak kisebb-nagyobb túlzással, amit szerettek volna. Ebben nem szólt bele közvetlenül Magyarország. A horvát lett a hivatalos nyelv, ugye ezt elmondtam, és a horvát király a mindenkori magyar király is volt, de az ügyekért a horvát bán felelt. Horvátországnak a közvetlen vezetője az a bán volt. A törvényhozó szerv a szábor volt, a magyar kormányban a horvát miniszter képviselte az ügyeket, és a közös magyar országgyűlésben 42 képviselőt küldtek, 40-et az alsóházba, vagy a képviselőházba, 2-t pedig a felsőházba. Hogyha értékelni szeretnénk a kiegyezést, nagyon sok kritikát kapott a saját korában is. Az első kritikát egyébként, azt már 1867 tavaszán Kossuth Lajos, az emigrációnak a feje, aki 49 után soha nem tért haza az országba, fogalmazta meg híres Kasszandra levelében, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy túlzott az a feladás, az a jogfeladás, amelyre Deák kényszerül. Ugye ő azt mondta, hogy ne felejtsd el, hogy a Kasszandráknak igaza volt. Úgy gondolta, hogy előbb-utóbb a monarchia maga alá fogja temetni Magyarországot, hogyha be egyszer összeomlik. Ebben sajnos utólag Kossuthnak igaza lett, de ezt azért ennyire előre mégsem lehetett látni. Deák, én úgy gondolom, és történészek nagyon nagy része úgy gondolja, hogy kihozta a helyzetből a maximumot, egy reális kompromisszumot kötött, joggal nevezték a hazabölcsének, joggal nevezik a hazabölcsének. Egy igazi reálpolitikus volt Deák, ebben az időben ennyit lehetett elérni. Kossuth teljesen más irányba próbálkozott volna egyébként. Ő azt mondta, hogy le kell válni Ausztriáról, úgymond vérből osztrák ellenes volt, és létre kell hozni a Kárpát-medence, illetve a környező népekkel, szerbekkel, románokkal egy úgynevezett Dunai Konfederációt, amely majd egy egységes, erős állam lesz az osztrák és a német befolyással szemben. Ez egy nagyon szép terv volt, korban ennek, lássuk be, nem sok realitása volt, akár a románokat nézzük, akár a szerbeket, még akkor török uralom alatt szenvedtek, és török uralom volt az egész Balkánon, és Kossuth ebből szeretett volna valami más kihozni. Szép terv volt, de ez nem valósulhatott meg. A kiegyezés, ha értékelni akarjuk, most már látjuk, persze utólag mindig könnyebb, 1867-től 1918-ig 50 évre biztosította a politikai békét és a fejlődést az országban. Természetesen nem volt hibátlan ez a rendszer, de ennek ellenére a dualizmus kora, ezt elmondhatjuk, 1867-től 1918-ig Magyarország történelmének legvirágzóbb időszaka volt. És Deák Ferenc, illetve a kortársai ezt teremtették meg a kiegyezéssel. Köszönöm szépen a figyelmet, jó tanulást kívánok!